A decemberrel megérkezett a hó, és megkezdődött a bensőséges hangulatú adventi gyermekműsorok sora is a Városház téren. Ma délelőtt a Vasvári Pál általános iskola növendékei szívet melengető összeállítással köszöntötték Szent Karácsony ünnepét. A műsor előtt Lackó Gábor intézményvezető köszöntötte az ünnepváró fehérváriakat. Ahogy a város karácsonyfáján meggyúltak a fények, és az első gyertyán kigyulladt a gyertya fénye. Ugyanúgy az iskolában is van egy nagy adventi koszorú, és hétről hétre készülünk, mindig más évfolyamos gyerekek gyújtják meg a gyertyán a fényeket. Tehát heteken keresztül készülünk a szeretet a család ünnepére. Szent Karácsony közeleg, és a világ megtisztulva köszönti a kisdedet. A fehérvári advent üde színfoltja volt az a bensőséges hangulatú dalcsokor, amellyel ezúttal a vasvári stöpörtjük és nagyocskák hívták közös mosolyra a megjelenteket. A nagy rohanásba, a sok információ közepette muszáj megállni, és kicsit a gyerekek lelkét is családjaikkal együtt és saját magunkba nézve pedagógusként arra a megnyugvásra vágyni, ami mindenkinek békét visz az életébe és az ünnepekre minden esetre. Azért is választottam ezt a verset, mert jó lenne, hogyha nem csak az adventi időszakban készülnénk és tennénk tisztába a lelkünket. A Városháztér továbbra is várja az ünnepre készülődőket. A székesfehérvári óvodák és általános iskolák napról napra műsorral várják az ünnepre készülőket.